főtéren és a városban ez alatt folytatódott a szabad farsangolás, a különféle táncos zenés bemutatók. A farsangvasárnapi programok csúcspontja egyben a szabadtéri események befejezése, a Széchenyi tér közepére felrakott mágia meggyújtása volt. Este 5 óra után fellobbantak a lángok, és szerencsére csak a vidágcsoport szalmából készült telet, böjtöt, betegséget jelképező kiszebábúja vált hamar a tűzmartalékává. A busójárás vasárnapja az esti műsorosokat vállal zárult. Mohács városa igen gazdag történelmi és folklór hagyományokban. A kézművesség a népművészet területén szinte minden mesterség megtalálható volt itt, ahogy az egykori mezővárostól ez el is várható. Olvasható a Busóállarcok, busójárási kellékek, fekete kerámiák című tárlat meghívójában Köveskuti Péter kiállítás rendező tollából. A Busóállarc faragás azonban nem fejlődött ki önálló, megélhetést nyújtó mesterséggé, hanem megmaradt a téli időszakhoz kötődő, szezonális, helyi tevékenységnek. Minden évben igyekszünk valami mást nyújtani, mint a korábbi évben volt. Kialakult egy ritmusa ezeknek a kiállításoknak. Tehát most már egy fél évtizede, majdnem egy évtizede az a rend, hogy két évente pályázatot hirdetünk a busóállarcfaragóknak, ami egy nagyon nagy szabású kiállítás, 20 felüli faragó szokott beadni munkákat, és a köztes években pedig olyan kiállításokat igyekszünk prezentálni, ahol láthatók azok a jellegzetességek, amik Mohácsot igazán megkülönböztetik más etnikai területektől, vagy a népművészet olyan területeitől, ami Magyarországon ismert. Miután tudtuk, rendezők, hogy nagyon sokan már felbőrözve, csukjával ellátva hozzák az állarcokat, tehát azt gondoltuk, hogy a térbe is ki akarunk mozdulni, és itt a posztamenseken látható mini térbeli kiállítás is létrehozzuk, ami szerintem nagyon izgalmassá teszi most ezt a teret. Azt gondolom, hogy még nem volt ilyen szép kiállítás ezekből a tárgyakból így komplexen. Elkezdődött a busójárás, elkezdődött a sokacok ünnepe, ahogy szokták mondani. Hát igen, valamikor valóban ez a sokacok ünnepe volt, de mára már azt kell mondani, hogy ez a mohácsok ünnepe. Minden mondjuk így etnikai kisebbség, itt már nincs etnikai kisebbség, mohácsok vannak, tartja ezt, és egyre vidámabb, egyre színesebben. És én azt hiszem, amíg a mohácsok élnek, ha nem is lesz ez turista látványosság, de a maga a farsang és a busójárás, ha másképp nem, akkor saját kedvükre, de mindig meg fog maradni. A busójárás hagyománya régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókeddig tartott. A programok sora az évek folyamán 6 naposra bővült, elsősorban idegenforgalmi okokból. A farsangvasárnap a felnőttek az igazi búsok ünnepe, a rákövetkező kedd, azaz húshagyókedd pedig a farsang és egyben a vígasság végét is jelenti, hiszen másnaptól, hambazó szerdától kezdődik már a böjt, és egészen húsvétig tilos a mulatozás és a tánc is. Húshagyó kedden a szokásos találkahelyen, a Kóló téren gyülekeztek a busók és más maskarák. Minden eddigi rekordlétszámot megdöntöttek idén a báránybundások és társaik. Több mint 500-an öltötték magukra a busók jellegzetes öltözékét, fél százan pedig sokac menyecskének, ördögnek és egyéb maskarásnak öltöztek. Jánkelét viszont alig lehetett látni, lassan teljesen eltűnnek a színes farsangi forgatagból. Fél három után pár perccel elindult az állarcos sereglet, hangos kolompolással, hatalmas kereplőkkel, fadragacsokkal, szamaras lovas fogatokkal, ördögkerékkel, ágyúval, búsórájderrel, kisbúsójárral vonultak végig a Bakács utcán és a Főutcán, egészen a Széchenyi térre. A napos enyhe idő idén is több ezer mohácsit csalt ki a látványosságra, ahol turisták nélkül lehetett megcsodálni ezeket a félelmetes, ördögi külső mögé bújt emberi lényeket, akik pánkot, cukrot, itókát kínálgatnak és gyerekekkel, felnőttekkel mókáznak.
főtéren tett tiszteletkör után megkezdődött a szabad farsangolás. Hangos ágyudörgés, kolomb és kereplő zaj töltötte be a teret és a környező utcákat. A húshagyó keddi mulatozás és egyben a farsangi ünnepkör végét a mágia meggyújtása és a koporsó elégetése jelenti. A keddi koporsó elkészítése, feliratozása, mágiára való felhelyezése, a búsóklub feladata és felelőssége. Mint mindig, most is aktuál politikai felirattal látták el a teret jelképező koporsót. Egyik oldalán azt olvashattuk: lendületben vagyunk, jobban élünk, mint 4 év múlva. Poklade 2008. A másik oldalán pedig: éljen a digitális, kakaóbiztos, zéró toleranciás postás biciklin a szép. A koporsó felhelyezése után meggyújtották a mágiát, majd a hatalmas lángnyelvek hamar bevégezték a munkájukat, és a farakás a telet jelképező fekete ládával percek alatt hamuvá lett. A busok és mi mohácsiak megtettük a kötelességünket, jelképesen eltemettük a telet, és csak remélhetjük, hogy a globális felmelegedés miatti időjárás változás sem hoz már hideget és havat.